18-a van januárban, persze, és hétfő egy új hét kezdete. Szép napot kívánok, és kellemes hetet mindannyiuknak. Lengyel Szilvia, ami vendégünk, az LMP elnökségi tagja, kezét csokorom. Jó reggelt kívánok. Köszönöm, hogy korán kelt a kedvünkért. Mi ez az aranytalicska díj, amit most odaítéltek Mészáros Lőrincnek? Ez egy olyan díj, amit azoknak nyújtunk át, akik nagyon-nagyon tehetségesek a közpénzlenyúlásban és az állami vagyonok saját maguk irányába történő mozgatásában, és ezt már évekkel ezelőtt alapítottuk egyébként, tehát körülbelül negyedjére sikerült ezt átadni. Hát sajnálatosan tudom megjegyezni azt, hogy igen éles mezőny volt 2015-ben is, tehát elég nagy a tolongás egy ígért. Igen, igen. Én gondolom, nem hogy is ezt, tudnak róla. Igen, én azt gondolom, hogy ez látszik is egyébként a hírekből, illetve a magyar társadalom is érzékeli, hogy lehet sorolni a neveket, lehet sorolni azt a kört, akik igencsak sorbálnak ezért a díjért. És hát igen, ki kellett választani hosszas töprengés után, hogy a 2015-ös év aranytalicska díjának ki lesz a nyertese, és Mészáros Lőrincre esett a választás. Pedig nem is ő nyerte a legtöbbet. Igen, de ki lehet indulni a számokba, persze. Csak azt is vizsgálni kell, hogy ki az, aki nagyon-nagyon sok irányban, nagyon sok területen egy ilyen kvázi polihisztorként indul ebben a mezőnyben, és hát igazából ezen a díjátadó ünnepségen is elmondtam, hogy Mészáros Lőrinc egy igazi reneszánsz ember, mert mihez ért a sertéstenyésztéshez, a húsfeldolgozáshoz, a növénytermesztéshez, vásárol foci csapatot, csatorna és közműépítéssel is foglalkozik, benne van azt hiszem veszélyes anyagok, vegyi anyagok megsemmisítésében, tehát kiváló. Hát és csak egy dolgot nem mondott, a gázszerelést, pedig hát mindennek az az alapja. Igen, igen, hát nyilván azzal alapozta meg, de a lényeg az, hogy nyilván azzal, igen. Igen, és hát egy pont, ahol történt, ez egy külső helyszínen volt ez a díjátadás, és ez pont egy olyan, egyébként ez egy klimatechnikai cég volt, tehát a klíma és fűtéstechnikában is kiváló. De hát egyébként meg ugye ebben tudja, hogy mi a tragikus. Az, hogy egészen egyszerűen most már 20-25 éve ugyanazóban a körökben forgunk. És ez egyre durvább és egyre jobban jön ki az, hogy most már gyakorlatilag strómanoknak sincs szükség. Mert ugye mit láttunk? Nagyjából, hogyha visszaemlékszünk a nagy elődökre, ugye például Tocsik Mártára, ugye jól emlékszem 97-ben volt az ő esete talán. Azért azt hiszem, mind a ketten majdnem 20 éve voltunk fiatalabbak, és mégis milyen nyomot hagyott azért az életünkben. És hát ugye ott akkor még nem nagyon jelentek meg névvel politikusok. És ami az elkeserítő, én azt gondolom jelen pillanatban és a jelen állapotunkban és a magyar társadalom helyzetében az, hogy most már egészen egyszerűen teljesen nyíltan folyik ez. Tehát nincs az, hogy akkor egyébként XY Stroman, hogy olyan nevek kerülnek ki, akik senki nem ismer. Nem egész egyszerűen ugye a Mészáros Lőrinc mellett látjuk a földprivatizáció nyertesei között ismert politikusokat, a Györfi Balázs, a grákkamarai elnököt, országgyűlési képviselőt, El Simon Lászlót, Lázár János is nyert. Tehát sorolhatjuk ezeket a neveket, és hát azért én azt gondolom, hogy ez az, ami igazából nagyon-nagyon rossz irányba. De tudja, mi a furcsa? Itt van ez az MTI híra a szolnoki időköziről. A fideszes jelölt győzött. Tehát az embernek, független attól, hogy én nem ismerem Rezák László Jánost, akinek gratulálok a győzelméhez, és lehetséges, egy kiváló képességű politikusról beszélünk, de az az érzete mégis, hogy csomószor azt a visszajelzést kapja a társadalomtól a kormánypártok valamelyike, most ugye együtt a Fidesz és a KDNP, hogy ez így jó. Igen, ezek az eredmények egyébként ezt mutatják, amit mond, tehát, hogy a visszajelzések alapján ott a helyben ülő választók elégedettek, és nagyon szeretnék továbbra is a kormányzati logót látni a vezető mellett, de hát igazából látjuk azt is, hogy azért elindultak olyan folyamatok, látjuk most itt az oktatásban például ezt a Miskolci Herman Otto gimnáziumnak az esetét is, az egészségügyben is egyre több olyan történet van, ahol látjuk azt, hogy orvosok névvel, arccal fölvállalva tiltakoznak. Tehát talán akkor kérdezem, hogy egyébként akkor odáig kell eljutni, hogy amikor már az egzisztenciájukat sem féltve kijönnek és tiltakoznak, hogy egy akkor mérvű elkeseredésig kell eljutni. Tehát én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kellene, hanem pont azért kellene jobban dolgozni, hogy ne ilyen eredmény, választási eredmények legyenek. Hát közben van itt egy másik ügy, az alkotmánybírák megválasztásának, ugye, ahol meg szemmel láthatólag önök kibeszélnek ebből a fajta kórusból, ha ez egyáltalán egy nemű kórus. A Jobbikkal együtt elmentek tárgyalni, és elmennek tárgyalni a Fidesszel. Azt mondja például Badai Ágnes a DK-ból, hogy önök az LMP-sek árulók.
Igen, én hallottam Ada Jágnes nyilatkozatát, én azt gondolom erről egyébként, hogy ez nézőpont kérdése, hogy ki beszél ki és honnan. Tehát erre egyébként egy brit mondást tudok idézni, hogy aki üvegházban él, az ne dobálózom fél téglákkal. Tehát, az valóban nem tűnik egészségesnek. Nem, mert én például akkor is visszatudnék utalni arra, hogy a közbeszerzési törvény megszavazásának például elegánsan távol voltak a DK-s képviselők. De nem is ez a lényeg, hanem igazából a kérdés az, hogy mit szeretnénk. Azt szeretnénk, hogyha csupa, vagy egy olyan homogén testület legyen, ahol csak kormánypárt által delegált alkotmánybírák vannak, vagy pedig egyébként megpróbáljuk azt, hogy felállna egy heterogénebb és egyébként sokkal, a mi elképzelésünk szerint sokkal hatékonyabb testület, tehát hogy nem csak pártkatonák ülnek benne. De tudja képzelni, hogy ez a Fidesz partner lesz? Meglátjuk. Tehát én azt gondolom, hogy, és az MP is azt gondolja, hogy az elején, tehát egyszerűen el kell kezdeni beszélni erről. Nyilván a konkrét személyek és a konkrét jelöltek ismeretében fogjuk azt látni, hogy támogatjuk, vagy nem támogatjuk. Az biztos, hogy egy pártkatonát nem fogunk támogatni, mert az is biztos egyébként, most akkor ugye DK-ra megint visszautalva, hogy ők azok egyébként szerintem az ellenzéki pártok közül, akik lehetőleg többször fordulnak az alkotmánybírósághoz. Tehát én azt gondolom, hogy ha nekik ugye egy ilyen aktivitásuk van... Hát ezért sorolta fel Ada Jágnes, hogy mennyi mindenre mondott igent az alkotmánybíróság, mennyi mindent nem akasztott meg legalábbis, ő véleményük szerint alkotmánysértő. De hogyha ők ilyen szinten idézőben mondom használják az alkotmánybíróságot, akkor meg pont nekik is az lenne az érdekük, hogy valaki próbáljon ezen az egész homogén kormányzati leruhanáson vagy leuraláson egy kicsi részt ütni. Mert, vagy, ez vagy is akkor... egy szempont. Én értem, érti? Tehát, hogy mert aztán várjunk, kinek van igazabban, én meg hadd ne tegyek igazságot. Csak felvetem. Nézzük, mit írnak a lapok. Az erdőgazdaságok kapcsán írják, hogy elvadultak az állami fizetések, a kormányhatározat hizlalta 3 milliósra a vezetői béreket. Itt ugye az erdőgazdaságokról van szó, de hát általában véve is ez a tendencia mutatkozik. Ugye a korábbi fizetés stoppot feloldotta a kormányzat. Igen, ez egyébként egy rendkívüli felháborító intézkedés, mert én azt gondolom, hogy amikor ma Magyarországon egy szerény életvitelhez 87.500 forint kell, egyfőre nézve és egy havi vetítésben, akkor, és ugye az, és több millió ember nem éri el ezt a fizetést, akkor ilyen fizetésekkel én azt gondolom, hogy ez csak egy ilyen, hát nem is tudom, tehát szerintem így egyrészt a néplélek hergelése, másrészt meg a saját körnek nyilvánvalóan a díjazása. Azt írja a Népszava, hogy megcsonkítják a fővárost, ez egy kérdőjel, mert hogy szerintük az ő értesülésük szerint hatalom nélküli bábba akarja tenni a főpolgármestert és a közgyűlést, a miniszterelnök. Itt átmenetileg van egy pillanat, amikor úgy tűnik, hogy Tarlós István győzött, amikor azt mondja Lázár János, hogy átveszi a főváros egy rész kötelezettségeinek egy részét a közlekedésből a kormányzat. Lehet, hogy píruszi a győzelem? Lehet. Mert igazából ez is ugye egy ilyen szappanoperához hasonlítható, tehát hogy az orrunk előtt folynak az üzengetések. Nagyon-nagyon szeretnénk azt, hogyha az agglomerációban élők ebből nem jönnének vesztesen. Én azt gondolom, hogy ez lenne a legfőbb cél itt, amit el lehet érni. Hát Tarlós István szerint az sem utolsó szempont, hogy működésképes maradjon a főváros, hogy ezt a kettőt kell összhangba hozni. Erre mondta azt a kormány, hogy majd ő akkor most segít, hogy mi az ára, azt még valóban nem tudjuk. A Magyar Nemzet azt írja, hogy Orbán Viktor ugye egyfelől azt válaszolja Kövér László felvetésére, hogy nincs napirenden a sorkötelezettség visszaállítása, továbbra is oszolja a parancs. Másfelől viszont, mintha itt különféle fideszes politikusok ötletelnének a nyilvánosság előtt. Ugye Kósa Lajos is beszállt ebbe, Kövér László is, de végül is úgyis Orbán mondja ki a végső szót a jelek szerint, de ő viszont elzárkózik ettől. Igen, hát láttuk azt, hogy tegnap egy típusú végső szót már kimondott, és az is egyébként érdekes, hogy ez minek köszönhető, hogy itt azért beszéltek többféle verzióról. Ez egy megkonstruált kommunikációs folyamat volt vajon, vagy pedig egészen egyszerűen ennyire... Az önök álláspontja szerint kellene sorkatai kötelezettség a fiataloknak? Nem. Az ellenpé szerint nem kell. Egyszerre zsarol és megszigorítja határai védelmét a bécsi kormány. Első hallásra elég riasztó volt az osztrák kancellár bejelentése, megszüntetik a schengeni szabad határ átjárást, legalábbis időszakosan az osztrákok. Ez, ha jól sejtem, akkor a magyar állampolgárokra nem vonatkozó rendelkezés. Igen, itt állítólag lesznek különbségek. Az biztos, hogy
hogy mi már az első perctől kezdve pont erre próbáltuk felhívni a figyelmet, hogy azért kell egy olyan közös európai megoldás, hogy ne következhessen be az a helyzet, ami most gyakorlatilag előállt, mert ezek az emberek ugye visszafele is jönnek, amit látjuk, és hát az Orbán Viktori megoldás az úgy néz ki, hogy ez csak az odafele útra volt érvényes, mert hogyha most belegondolunk és egy kicsit ilyen analógiában gondolkodunk, akkor azt az abszolút felvetést kell elképzelnünk, hogy akkor most mi lesz, mert akkor most mi az osztrák határa is fogunk kerítést építeni? Ugye hajdanában, nem tudom, Fecsek vagy nem, Kósa Lajos azt mondta, hogy bárhova, hogyha szükség van, akkor ő a román határról beszélt. De hát szerencsére egyelőre oda sem építünk. Jó esély lehet a forint erősödésre, ezt a világgazdaság latolgatja, ebbe szerintem most különösebben nekünk nem érdemes belemennünk, mert ezt hívjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Várom máskor is. Köszönöm szépen.